Az október 23-ai forradalmi események híre gyorsan eljutott Oroszlányba is. Másnap a város pártvezetői, fegyverrel vagy anélkül elmenekültek. Október 25-én a tanácsházán a mai bányászklub épületében megszavazták Mokri tanácselnök leváltását, és az ott összegyűltek városi forradalmi bizottságot alakítottak. Október 26-án délben a Kocsadónak is nevezett 18-as aknai rabtábor elítéltjei tömeges kitörést kíséreltek meg. Az őrség fegyvert használt. Egy vagy két rab meghalt, 7-8-an megsebesültek. Este 6 órára a városban tüntetést szerveztek. A tömeg hamar 2000-esre duzzadt, és a Petőfi Művelődési Otthonhoz vonult. Az ott működő bányász rádióba beolvasták a budapesti ifjúság 12 pontját. Ezután zászlókat lengetve, énekelve a rabtáborhoz vonultak. Fellépésük nyomán a parancsnok minden ellenállás nélkül valamennyi rabot szabadon engedte. Többségük még aznap éjjel elhagyta a várost, noha akadtak olyanok is, akik itt telepedtek le. Závori Zoltán, a Vájár iskola igazgatója megszervezte a tanulók hazajuttatását az Alföldre. A buszok Budapesten keresztül haladtak, ahol mintegy 50 egyenruhás tanuló csatlakozott a harcokhoz, és néhányan az életüket is vesztették. November 9-én szovjet páncélosok érkeztek a városba. A lánctalpak itt is eltiporták a forradalmat és a szabadságharcot. Olyan sikeresen, hogy Oroszlányban a legtöbben magukba temették emlékeiket, és még a rendszerváltozás után is alig akadtak, akik felmerték idézni, mi történt itt a forradalom napjaiban.